daydreams underneath the palm trees never die. Losing sleep 'cause we are running out of time. Guess I'll deal with a broken heart. Yo me llamo Lars Tunes, soy entrenador acá en un club que he fundado que se llama El Oso, club de fútbol, y estoy entrenando desde hace 4 años a Christopher da Silva Orba, donde hemos visto una gran evolución y que pertenece a un equipo de grandes figuras, en este caso porque Lars ha sido campeones varias veces, donde hemos visto una evolución. Christopher tiene la genética del papá, que papá, como todos saben, es Roberto Carlos, y bueno, el techo de él físicamente es bastante muy alto. Técnicamente debemos trabajarlo como todos los niños, hacen muchas repeticiones de gestos técnicos para que él pueda lograr su mejora. Tenemos mucha confianza en él. La parte del medio, que tenga un sprint, realmente un ejercicio de sprint. Una esperanza bastante agradecida por medio de su constancia en el fútbol, en querer jugar al fútbol todos los días y tener, que eso es lo más importante, tener la pasión por el fútbol, el veneno que tiene, que lleva adentro para seguir jugando el fútbol. Es lo que contamos nosotros acá en la academia. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. A nyári edzőtáborban figyelemmel kísértem a Christopher da Silvát, aki nálunk töltött a szünetének egy részét, ahol a korosztályos csapatok között szerepelt. Rögtön lehetett látni, hogy kimagaslik a gyerekek közül, úgy a fizikai adottságaival, úgy a győzni akarásával és a mentális képességeivel. Egy olyan korban van, egy olyan képzést igényel a kisfiú, aki ebben az időszakban a technikai képzésre nagyobb hangsúlyt fordítva egy igazi tehetséget, igazi csiszolatlan gyémánt tartan a kezébe. Nagyon bízunk benne, hogy ezt a jelenlegi klubjában és az életében ezt sikerül neki megoldania. Itt előjük a Vasas Kubala Akadémia 2006-as korosztályának edzője. Nyáron találkoztunk Christopher da Silvával, Roberto Carlos kisfiával. Egy hetet töltött itt nyáron a Vasas Kubala Akadémia focitáborába. Fizikai adottságaival és labdaügyességével egyből kitűnt a kisfiú közül. Annak ellenére, hogy édesapja védő, leginkább a támadó pozícióval találta meg magát, rögtön lecsapott a lepattan a labdákra és rengeteg gólt szerzett a kisfiú között. Kajandás vagyok, az ETE előkészítő korosztálynak szakmai vezetője, az ETE U11-es csapatának a vezetőedzője. Krisztóról mondanék egy pár szót. Édesanyám is Magyarországban él, így nem tudunk vele találkozni, nagyjából egy 15-20 edzést tudunk együtt eltölteni. Erényei közül mindenféleképpen kiemelném a passztechnikáját, pontosan erősen és nagyon jól passzol. A nyáron elvégzett felmérésekben is társai fölé nőtt, akikről tudni kell, hogy egy éve idősebbek voltak, hiszen a szülők kérésére egy évvel idősebbek között
edzettük Krisztót. A másik erénye, amit mindenféleképpen ki tudnék emelni, az a gyorsasága. A 30 méteres hosszúszállás felmérése szintén az egy évvel idősebbek között is az első háromban végzett. Kaplőlövésben is kiemelkedik a társai közül, hiszen nagyon jó technikával rendelkezik, és emellé nagyon jó lövőerő is párosul. Mindenféleképpen kiemelném még a mentalitását, nagyon alázatos fiúnak ismertem meg, minden edzésen részt vett, és mindenhol legjobban próbálja magából kihozni. Az elejéből kitűnik, hogy nagyon szépen halad édesapja nyomdokaiban, hiszen neki is hasonló elejéi voltak. Én is az egész ZTE egyesületének a nevében sok sikert kívánok neki, és kívánom azt, hogy legalább olyan fényes karriert fusson be, mint édesapja tette annak idején. Jó napot kívánok! Petra Kalics Máté doktor vagyok, és mintegy 40 éve foglalkozott terhelés diagnosztikával. Ez a mérés azt mondja meg, amit csináltunk ezzel a fiúval, hogy milyen lesz az alkata, testösszetétele, fáradó testmagassága, extra képességei vannak itt a sportban, tomográfiai vizsgálat szerint. Nagyon jó izomzattal fog rendelkezni, 180 centi fölé fog menni a magassága, és egy kiváló képességű játékos lehet belőle, hogy tud focizni. Hát az édesapja úgy néz ki, hogy itt az, ez a szerencsés ötlet, amikor hozza magával azokat a géneket, amivel az édesapja rendelkezik. És ő pedig a Carlos Christopher de Silva. God is looking so crazy right now. This touch, God is looking so crazy.